Hétfőn rögzítjük ezt a hosszabbítást, az önök képernyőjére szerdán kerül, Ungvári Attila pedig ezen a héten pénteken utazik Tokióba az olimpiára. Cselgáncs a hosszabbításban, a stúdió vendégei Ungvári Attila és Bíró Tamás. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Szia, köszönjük a meghívást. Hát ez most már valóban a felkészülésnek a finise. Hogyan érzed, hogy sikerült az elmúlt néhány nap, sőt hét, vagy beszéljünk hónapokról? Amelyiket szeretnéd, tartalmasan belősen teltek a hetek, hónapok. Ugye rengeteg tábor, de ezt a legutóbbi beszélgetés alapján vagy alkalmával is kifejtettük. Most még itt az olimpia előtt volt két igen minőségi nemzetközi tábor, az egyik Somorján, a másik pedig Porecsben. Hát a felkészülés ez picit ilyen hullámzó volt, volt benne jó teljesítmény, kevésbé jó teljesítmény, de azt hiszem, hogy a végére talán egy picit sikerült összeszednem magam, és az utolsó edzést egy kicsit jobban zárni, de talán a mester ezt egy kicsit jobban tudja majd kifejteni. Külső szemlélő lehet, hogy többet lát. Mondjam? Tiéd a szó. Hát nem lesz Attila megadta. Nem lesz egyszerű, ugye, mivel ez nem olyan, mint az átlagos olimpia, amit itt van Európában, hogy gyakorlatilag egy hét előtte átugrunk, vagy akár volt, hogy 5 nappal előtte mentünk csak ki Londonba például a Mikivel, tehát azért egy jóval egyszerűbb dolgok voltak, nem volt átállás. Most erről a covidos helyzetről kár is beszélni, mert gyakorlatilag ez a vicc kategória már nálam. Ezen kívül ugye Japánban nem csak ez fogja megnehezíteni a dolgokat, tehát magában is borzasztó ugye az átállás, meg ez a covidos helyzet, hanem pluszban olyan hőmérséklet is van, tehát pont a japán edzőnk, akit nézte meg a telefonján, hogy ugyanez a hőmérséklet, mint itt, ez a 32-33 fok, csak éppen 89-95%-os páratartalommal. De én már például mondtam az Attilának, hogy lehetőleg tudom, hogy ő most először van kint olimpián, meg egyebek, de hogy hanyagoljuk a például a megnyitó ünnepséget, mert az körülbelül egy ilyen 3-4 kiló mínuszt fog eredményezni a súlyba, meg hát eszméletlen meleg. Pont szintén a kolléga mondta Japánban, hogy ő japán, és ott itt 30, majdnem 30 évig, vagy 21 néhány évig, és ugye itt volt 2 évig, és tavaly előtt kimentek egy edzőtáborba, azt mondta, hogy 4-5 napig levegőt alig kapott ő, mint japán, tehát ebben a nyáron az ott borzalom. És hát mi még ne szóljunk, mert gyakorlatilag a judo az egy teremsport, tehát hogyha nagyon kell, nem kell, akkor nem megyünk ki ugye természetesen levegőre, de hát azokat el sem tudom képzelni, azokat a sportolókat, akik mondjuk kinti, például egy atlétikát, vagy egy nyíltvízi úszást, tehát az valami borzalmas lehet. Hogyan érzed, hogy sikerült Attilának a felkészülése? Most is edzésről érkeztetek ide, és azért azt mondjuk el, hogy Attila, aki hát több ceglédi érintettségi olimpiakonunk van, hála Istennek, de Attila, aki ceglédi színekben is versenyez klubszinten. Így van, hát erre büszkék is vagyunk, hogy végre sikerült a Miki után másodszor, ugye a riói olimpián a Miki azért már ceglédi színekben volt, amikor hazatalált. Most az Attila a másik olyan, aki ceglédi színekben, tehát CVS és színekben is fog indulni. Ez mindenképpen nagy öröm számomra. Bízom benne, hogy ha van eredmény, ha nincs eredmény, ez későbbiekben ez azért valamilyen szinten dotálni fogja, akár az állam, akár a város, vagy valami, mert majd ugye mondtam, hogy térjünk vissza az olimpia után, mert itt vannak azért csőstő problémák. Tehát ez így, ahogy eddig ment, ez biztos, hogy nem lehet majd folytatni, mert tehát ez gyakorlatilag egy szélmalom harca, teljes pénztelenségbe dolgozni. Most is Attila gyakorlatilag felkészülését egy szolnoki vállalkozó, meg a Gerevics alapítvány, meg a szakosztálynak a nadrágszíj összehúzása adja. Tehát ez így nagyon nem jó. És hát azért tudjuk, hogy itt voltak itt olyan, aki most is kijutott olimpikon, aki gyakorlatilag nálunk jutott ki, de anyagi lehetőségek miatt nem lehetett megtartani. Tehát ez mindenképpen a jövőbe változtatni kell. Attila, én úgy gondolom, hogy jó formában lesz. A 81-ről tudni kell, hogy a leggyilkosabb súlycsoport, tehát még más súlycsoportokban, ugye eleve most itt vártuk a Mikinél a csodát, hogy esetleg egy zöld kártyát kap, tehát most tudni kell, hogy a 73-ban már csak az is jöhetett volna össze, mert ugye elméletek 32-es tábláról indulnak, de ez csak elméleti, van, ahol ezt tényleg be is tartják, hogy egyformák a súlycsoportok, tehát itt a judóban ez soha nem sikerül, valahogy ugye Miki az többször volt annak idején is a két olimpián is bemérkőző a 32-be.
És most is úgy van, hogy a 73-ban 36 induló van, az Attiláknál is 34, tehát már az már jónak számítana, hogyha nem lenne egyáltalán bemérkőző, mert az ugye még egy plusz meccs, azért az nagyon nem mindegy. És van olyan súlycsoport bizony, ahol 22-en, 23-en, és fiú súlycsoportról beszélek, tehát nem is a nőiekről, mert a nőknél ugye eleve elméletileg kevesebben voltak, bár idén van az első, tehát ezért is volt ilyen nehéz ide most kijutni, mert idén van az első, mikor a egyenlőség jegyébe ugyanannyi, közel ugyanannyi, mert aztán 4-5 fő a különbség, ugyanannyi nő és férfi jutott ki. Ami hát igazából azért nem igazságos, mert azért a, bármennyire is fejlődik a női judó, meg egyre jobbak a lányok, meg egyre többen csinálják a világon, azért a férfiakból mindig sokkal több van, és a férfi, jó férfi judósból meg aztán végképp sokkal több van. A középsúlyok azok meg ezen kívül is kiemelkednek, tehát ez a 73-81, ezek a legborzalmasabb van, nehéz súlyok, és itt ráadásul olyan minőségi emberek vannak, hogy én azt mondom, hogy a kint induló Attiláiknál az a 34 emberből talán 4-5-öt tennék oda jó szívvel, amiben 100%-ig biztos vagyok, hogy az Attila nyerni azt a meccset. Tehát a többi az gyakorlatilag kiki meccs, és 20-25 ember, aki érmes lehet ezen az olimpián. Köztük van Attila is, de borzalmas, nehéz lesz. Többször mondta már Tamás ezt a 81 kilót. Hogy állsz a súllyal? Azt hiszem most éppen jól. Így általában ingadozik a súlyom, de az utóbbi időben talán ez a folyamatos utazás, terhelés, edzőtábor, kis fogyasztás ugye a versenyekre. Nem nagyon volt időm így mindig így összeszedni magam egy-egy verseny után, egy-egy nagy fogyás után. De jobban is érzem, hogy egy picit talán a bőrömben ilyen 84-5 kilósan kicsit mozgékonyabb vagyok, nem vagyok annyira lomha, mint mondjuk 87-8 kilósan voltak olyan időszakok is. Úgyhogy most általában ilyen 84-5 között stagnál a súly, vagy a súlyom. Ez nyilván azért szokott edzésenként 2-3 kilót is, attól függ, hogy milyen minőségű az az edzés, de utána azért próbálom visszatölteni. Nyilván rögtön folyadékban, de utána valamiféle táplálékban is. Pénteken indulsz. Mivel telik ez az utolsó néhány nap? Utolsó simítások? Miről szól most ez a következő durván 5 nap? Így van, ahogy mondod, pici apró simítások, megpróbáljuk azokat a kis hibákat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, amiket mondjuk Porecsbe a mester látott kijavítani, és taktikailag felkészülni esetlegesen egy jobbos ellenfélre, amit látod, hogy nagyon kellemetlen volt mondjuk esetleg nekem a táborba, akkor arra felkészülni, illetve ma szinte csak balos ellenfél ellen gyakoroltam a délelőtti edzésen, de van itt még egy-két nap, amikor kicsit megpróbáljuk modellezni a rendes éles versenyt, egy bírós küzdelemmel akár imitálni és hozzászoktatni magunkat a versenykörülményekhez. És egy pici technikai rész. Azt hiszem, az mindig jó egy verseny előtt, amikor egy kicsit bepontosítjuk, belőjük a technikákat, hogy körülbelül mik azok, amik ilyen kenyérkereső dobások, amit így fogalmazhatnék. Számtalan versenyen vettél már részt, van-e most benned az átlagnál nagyobb izgalom, egyáltalán izgulós típus vagy-e így a versenyek előtt? Ez végül is egy olimpia. Nincs, most még egyébként adtam idadékig. Igen, most abszolút nem érzem. Nyilván vannak olyan versenyek, amikor izgatottabb vagyok a kelleténél. Nem szeretnék ilyen izgulós állapotba kerülni most az olimpián, illetve hogyha úgy jó formában vagyok, akkor nem is szokott ez előfordulni, hogy nagyon izgulok. Tényleg azt a higgadt stílust megpróbálom a szőnyegre rakni, és a lehetőleg jobbat kihozni magamból azon a 27-ai napon. 27-én lépsz tatamira, egyébként a judó versenyek Tokióban 24-e és 31-e között lesznek. Sorsolás 23-án, Tamás, ahogy mondtad itt, hogy gyakorlatilag van 20-25 hasonló kvalitású és nagyon pazar judós, köztük Attila is. Mit lehet várni ettől a sorsolástól? Hát annyiból jó lesz nekünk, hogy legalább nem az IGF sorsol, mert azért az IGF-es sorsolás, hát hogy finoman szólva is,
hát érdekesek szoktak lenni. Én nagyon örülök, hogy az Omega sorsol, mert a Mikinél is a legutóbbi két olimpián azért én úgy gondolom, hogy ott nem panaszkodhattunk. Nem azt mondom, hogy jó sorsolás volt, de mondom, itt például jó sorsolás nem lehet kapni, csak rosszabbat, meg még rosszabbat, de gyakorlatilag azt kell mondom, hogy ott is jó volt, ott azt kértem, hogy lehetőleg kerüljünk, ugye a kiemelteket lehet csak látni, hogy körülbelül hol van, de itt erre mondom, szinte teljesen fölösleges foglalkozni, mert nem hogy az első 8 kiemelt, hanem a második 8, amiben benne van az Attila, sőt még az utána lövő 8 is olyan, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az első 8-ból megveri, mert neki jobban fekszik, de a harmadik 8-asból meg olyan van, aki papíron ugye egy minimálisan rosszabb, de viszont nem fekszik neki. Tehát mondom, hogy kár is ebbe belemenni, ott majd amit dob a gép, azt meglátjuk. Én egyet kérnék, hogy ne legyen bemérkőző, mert az nem férne bele, hogy még egyszer be, tehát itt azért sok lenne. Ha nem bemérkőző, és mondjuk azt ő is tudja, hogy ki az a két-három, akit soha nem vert meg, vagy mondjuk annyira nem fekszik neki, azokat elkerüljük. És hát mondom, itt mindenképpen én úgy gondolom, hogy két jó dzsúdós kell megverni a legjobb esetben is, ahhoz, hogy 8-ba tudjunk kerülni. Ugye, ha nincs benn a 8-ba, akkor kiesik, ha 8-ba benn van, akkor onnantól lehet bárni. Attila pénteken utazik, ha jól számolom, te jövő héten szerdán, ugye, mert az a 21-e. Miért nem együtt? Ez így bevett szokás? Nem, hát itt most megint nem akarok belemenni, örülünk, hogy egyáltalán ott lehetek, mert hát ugye mondhatom, hogy az athéni olimpián, ahol két dzsúdós volt, én akkor sem mehettem, csak kopaszra borotvált fejem, meg egyebek gyakorlatilag. Két olyan olimpia volt, ugye a pekingi az kimaradt, mert akkor nem nálunk volt, amiki. Hát az utána való két olimpia volt, ahol gyakorlatilag normálisan bent tudtam lenni, úgy, ahogy egy normális edzőnek illik benne az olimpián, és nem csak a versenyre beülve. Most hát itt azért belejátszik ez a COVID helyzet is állítólag, hogy csak két edző mehet ki, hát ez a két szövetségi kapitány akkor, és először úgy volt, hogy a Csernovicki Csabival mi váltjuk egymást, tehát ő ugye neki első nap van az évi a versenyzője, és akkor ő megy ki a csapattal, és akkor addig ő van, és akkor én meg utána leváltom. De hogy most hogy lesz végül, ez már senki nem tudja, mert az utolsó információm szerint tehát úgy mehetünk be a faluba, gyakorlatilag, mint előző olimpián a testvére, a Zoli, aki partnert adott akkor a Mikinek, mert akkor még edzőpartnert is lehetett vinni. Tehát én gyakorlatilag kint leszek egy hotelba, és akkor onnan majd a harmadik naptól kezdve, amikor lejár ez a karanténos történet, akkor majd utána bemehetek a faluba, és ott mondjuk megnézhetem akár az edzésem, vagy elbeszélgethetek valamit. De nem igazán ideális ez a történet, mert az, ahogy te is mondtad, ez egy olimpia, az olimpián inkább a pszichés tényezők dominálnak, és az edzőnek ugye pont az a feladat, hogy ilyenkor látja, hogy az embere túlpörög, akkor egy kicsit visszafogja, ha egy kicsit apátiában, depressziós, akkor egy kicsit feldobja, próbálja feldobni, és ebbe a történetben nem nagyon tudok belemenni, ráadásul a szövetségi kapitányokkal viszonyunk nem a legjobb. Én itt a Csernovicki kollégámra fogok majd hagyatkozni, tehát ő benn lesz elméletileg, vagy legalábbis hamarabb tud bemenni, mert akkor a mostani információk szerint mi nem fogunk benne aludni, és hát majd rá fogom bízni az Attilát, mert itt azért az utolsó 10 nap azért nagyon sok, tehát hogy 10 napig semmit nem csináljon, de viszont hát ahogy mondtuk, a körülmények miatt, az időjárás miatt, meg egyebek miatt, azért ez nagyon, nagyon necces, hogy ezt jó kihozza az ember, már pedig itt nagyon sok el fog dőlni az utolsó 10 napba. Jobb, szerencsésebb lett volna, mondjuk, ha egy közelebbi országban, meg nem ilyen körülmények között van az olimpia, de hát ez a többieket is fogja nyomni, úgyhogy ő már azért rutinos versenyző, tehát olimpián igaz nem volt, de azért már nagyon sok mindent megélt, tehát őnek a saját maga szervezetével tisztába kell lennie, tudnia kell, hogy körülbelül mit kell csinálni, és azt mondom, azt a keveset, amit még hozzá kell tenni, azt a Csabi megcsinálja, utána az utolsó 3 napra meg én is ott vagyok, és akkor reméljük, hogy ez működni fog. Attila, kapsz egy jó tanácsokat például a 4 olimpiát megjárt is? Mikitől egyáltalán, nyilván beszéltél, mennyire beszéltél ma köztetek Tokió? Szoktunk róla beszélni, illetve voltak közös ilyen kis forgatások is. Ő azt tanácsolta, hogy próbáljam kielvezni a olimpiának minden pillanatát, nyilván nem elragadtatni magamat. Tehát azért a verseny előtt
próbáljak ott maradni a két lábon, és tudjak azonosulni a céllal, de például ilyen olimpiá kiutazás előtti pillanatokat megélni, mint például a fogadalomtétel, mindenképpen menjek el volt, ugye beszéltünk éppen Tamással erről, hogy most mi legyen, menjek el, ne menjek el. Ő például mindenképpen azt tanácsolta, hogy menjek el, nem sok ember tapasztalhatja ezeket az érzéseket meg, ugye ott vagyunk rengetegen sportolók, mindenki, aki kijutott az olimpiára, és a fogadalomtétel különböző kis beszédek előtte, ami hajland, vagy képes arra, hogy mondjuk az embernek egy ilyen kis szőrszál felállítós érzést hozzon elő. Úgyhogy egy pici olimpiai hangulatot már azt gondolom az is meghozott, és egy így utólag visszagondolva egy jó érzés volt, hogy azon is részt vettem. Innentől kezdve pedig kíváncsian várom, hogy mi fogad majd kint Tokióban. Még mindkettőtöktől kérnék záró gondolatokat azzal kapcsolatban, hogy nézők, pontosabban a nézők hiánya. Hát engem annyiban fog zavarni, hogy ugye a judóban nem lehet elméletileg beszélni. Előző olimpián is elküldtek, hogy nem. Tehát amikor azért vannak nézők, akkor ez kevésbé feltűnő. Tehát hogyha valaki beszél, ha üres a csarnok, akkor gyakorlatilag hát még a közvetítésekben is lehet hallani, nem a tévé, tehát a internetes közvetítésekben is szinte minden hallatszik, tehát úgy elég nehéz. Tehát ez, és azért Attilával vagyunk olyan viszonyban, hogy én szoktam, ez én beszélős vagyok, tehát nem olyan vagyok, hogy leülök a sarokba, és akkor ülök. Elméletileg lehetne beszélni ugye a két mate, amikor matét mond a bíró, akkor lehetne beszélni, de gyakorlatilag például az olimpián is akkor küldtek el, amikor akkor beszéltem. Itt a habitus is függ, hát majd megpróbálom rávenni, hogy tehát én mindig azt kértem tőlük, hogy avval ne kelljen már nekem, tényleg csak azt kell mondani, hogy jobb kéz, bal kéz, ide fog, oda fog, tehát avval, hogy mentálisan előre menni, ütni, verni, rúgni, vágni az ellenfelet, akkor nincs. Tehát például mondjuk a mostani VB-n, amikor a Mikinek ez az ominózus grúzmeccs volt, ez fantasztikusan ment előre, ott nem kell minden, próbáltam én mondani, de hát ő is mondta, hogy gyakorlatilag úgyse hallja, mondjuk itt voltak nézők. Amikor meg olyanja van, akkor meg hiába mondok bármit, hiába üvöltözök, akkor gyakorlatilag úgy sem megy előre, ez azért az Attila ugyanilyen. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy magamat kell egy kicsit leigasztani, bár én hozzáteszem, hogy hál' Istennek én meg olyan fajta vagyok, hogy engem az olimpia, majdnem, hogy a teljesen nyugodt voltam, tehát aki látott mondjuk Londonban, vagy mint az előző olimpián, ott egy kicsit idegesebb voltam, de én engem nem fog ez annyira feszélyezni, sőt, én szerintem minél nagyobb verseny, annál nyugodtabb vagyok. Én egy gyerekversenyen sokkal jobban kiszoktam borulni egy ilyen diákcés versenyen és ott üvöltözni. Úgyhogy én bízom benne, hogy most is úgy lesz, hogy tudok neki segíteni, mert ő meg tudom, hogy ő nem szereti, hogyha kiabálok, tehát ő neki az a jó, hogyha érzi kintről, hogy nyugalom van. Attila, nézők, illetőleg azok hiánya, ez befolyásol-e, vagy ennek nincs jelentősége a te szempontodból? Ez hogyan éled meg? Abszolút nálam ilyen forma függő dolog. Nyilván amikor így be tudok zárkozni egy picit így magamba, és fókuszba tudok maradni, akkor ez úgymond abszolút ki tudom zárni, hogy vannak, vagy esetleg nincsenek nézők. Volt olyan verseny például, amikor teljesen teltházas csarnokban, a Mikinek a hangját hallottam, nem is tudom hányadik sorról egészen föntről, és mert annyira gyakorlatilag ki tudtam szűrni, annyira fókuszba tudtam maradni ott azon a versenyen, hogy egy-két hangra tudtam csak koncentrálni és összpontosítani. Úgyhogy ha ilyen állapotot sikerül idéznem, akkor szerintem tök mindegy, hogy vannak nézők, vagy nincsenek. Fiúk, köszönöm szépen, hogy nálunk jártatok. Jó utat! Vigyázzatok magatokra, nagyon szorítunk. Július 27-e a nagy nap. Köszönjük szépen. Hajrá, fiúk! Köszönjük. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.